Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol végre, valahára kipróbálom én is a Blendyfult, és megnézzük együtt, hogy tényleg olyan jó-e, mint ahogy Tati mondja, a videókban látjuk, és hogy igazából mire is lehet használni, vagy mire nem. Insta story-ba láttátok, hogy kibontottam, és azóta is itt van, nem nyúltam hozzá, főleg, hogy itthon se voltam igazából, és arra vártak a csomagolásba, hogy végre leüljek a kamera elé, és veletek együtt próbálhassam ki. Pár szót gyorsan magáról a termékről, még mielőtt belekezdenénk. Egy szót a csomagolásról, ökocsomagolásban érkezik, újrahasznosítható a csomagolás, és ennyi az egész, tehát nem dobozba jött, csak ebbe a kis szütyőbe. Van egy nagy és egy kicsi Blendyfull. Mind a kettő smink szivacs, amin egy plusz anyag van kívül, nyilván ezzel fogod tudni eldolgozni a termékeket, és ha minden igaz, akkor nem csak púder állagú vagy por állagú termékeket tudsz vele eldolgozni, hanem krémeket is. Nyilván a mai videónak az lesz a lényege, hogy az egész arcomat, legalábbis az alapozás, púderezés, pirosító, bronzer, ezeket a dolgokat mindet ezzel fogom megcsinálni. A nagy van eredetileg a sima sminkelésre, tehát amit egy húzamba megcsinálsz sminkelés címszó alatt. A kicsi pedig egy touch-up szivacs, ami ugye arra van, hogy a nap folyamán, hogyha egy kicsit szeretnéd igazítani a sminkedet, akkor ezzel tudod megtenni. Anélkül, hogy plusz terméket vagy plusz réteget vinnél az arcodra, ezzel csak szépen elvileg eldolgozgatod és fel is van frissítve az egész smink. A nagyobbik szivacs tényleg nagy, a fél arcom konkrétan. Sokkal puhább ebben a szivacs, mint a kis touch-up szivacskában. És azon kívül, hogy nyilván ez az egy oldala van, amivel tudsz sminkelni, ki tudod fordítani teljesen az egészet, és a másik oldalát is fogod tudni használni, amit majd menet közben meglátjátok, hogy hogy fogok csinálni, mert nyilván arra szükség lesz. Viszont szerintem kezdjük el, nem szeretném túl hosszúra húzni ezt a videót, úgyhogy hátra csatolom a hajam, és kezdjük is el. Soha ilyen jól nem néztem ki még videóban. Majdnem elfelejtettem elmondani nektek itt is, hogy megjelentek a telefontokjaim a Lamboxon. Nagyon örülök neki, nagyon régóta vártam már rá. Instán már mutattam nektek, de hogyha véletlen valaki lemaradt volna róla, akkor ide berakom nektek a tokokat, meg tudjátok nézni, hogy hogy néznek ki, és a leírásba lerakom a Lamboxnak a linkjét is, ahonnan meg tudjátok rendelni, hogyha szeretnétek. Az összes tok, amivel előálltunk, ők ott tok. Emiatt sajnos nincsen annyi telefonra, mint amennyire szeretnétek, ezt jeleztétek is már nekem egy páran, de hogyha a ti telefonotokra van és rendeltek belőle, akkor mindenképpen fotózzátok le, tegyétek ki sztoriba vagy posztba, biztosan meg fogom osztani, és nagyon örülök neki, hogyha látom, hogy szeretitek a termékeket, amivel előállunk, és akkor a kis promó után kezdjük el a sminket. Mostanában minden sminkhez a Karaja Fitolift primert szoktam használni, úgyhogy most sem lesz ez másképpen. Ezt a kezemmel fogom feltenni, viszont utána Benefit pórus összehúzó primert fogok feltenni, amihez már a szivacsot fogom használni. Nyomok egy keveset a kezemre, igazából fogalmam nincs, hogy mennyi fog kelleni belőle így, hogy szivacssal viszem fel. Összehajtom egy kicsit a szivacsot, és ezzel a kis csúcsos részével fogom felvinni. Jaj. És ahogy Tati videójában láttam, egy kicsit nyomva, húzva fogom felvinni, vagy legalábbis megpróbálom azokra a részekre, nyilván a T-zónában, ahol egy kicsit tágabbak a pórusaim. Nagyon furcsa érzése az, hogy egy ilyen krémes terméket, egy ilyen plüssös valamivel próbálok felvinni az arcomra, és nem biztos, hogy ehhez a primerhez kifejezetten tetszik, de nem szeretnék semmit elhamarkodni, úgyhogy lépjünk tovább az alapozásra, ahol kétféle alapozót fogok használni. Az egyik a Karaja Skin Velvet Foundation, a másik pedig a Catrice-nek az HD Liquid Coverage-e. Ezeket fogom keverni egészen addig, hogy valami elfogadható szint kapjak. Remélem, hogy nem lett túl sötét, amit kevertem. Egy egész pumpa van a kezemen a Catrice-ből, és egy nagyon-nagyon picike a Karajából, és ide már az ecsetemet beletöröltem. Megint összefogom, és ezzel a részével próbálom meg az alapozót felvinni, amit úgy fogok csinálni, hogy
belenyomkodom egy kicsit a kezemen az alapozóba, és így fogom, ups, fókusz, és így fogom felvinni az arcomra. Tati azt mondta, hogy először felszokta húzogatni, és utána kis ütögető mozdulatokkal dolgozza. Összességében véve egyébként elég lett az az anyag, ami a kezemen van, viszont az orrom környékén, ahova ugye a primerből tettem, nem tapad olyan szépen, és nem tudom, hogy olyan messziről, ahol ti vagytok, lehet-e látni, de egy kicsit megmaradtak a szivacsnak, vagy nem szivacs, az anyagnak a szálai. Nem itta be egyébként, tehát azt lehet látni, hogy teljesen megül a tetején az anyag, viszont amikor a primerrel használtam, akkor nagyon tetszett, hogy felfelé áll a szőre, és igazából szőrrel egy irányba tudom húzni, viszont az alapozásnál pont felfele állt, és nem éreztem úgy, hogy segítené igazából a folyamatot. Ezzel a fedéssel is teljesen jól el lehetne lenni, viszont a videó kedvéért, hogy kipróbáljam, hogy mennyire tudok vele full fedést elérni, fogok még egy fél réteget feltenni. Második körös vélemény. Így, hogy másodjára csináltam, sokkal könnyebben ment. Azt veszem észre, hogy ezzel az alapozóval sokkal nehezebb, mint mondjuk ezzel lenne. Ez talán egy kicsit túl vizes a szivacshoz, blendy fullhoz, nem tudom, hogy minek hívjam, hogy egyértelmű legyen. Amikor elkezd száradni az alapozó, akkor sokkal-sokkal könnyebb eldolgozni, mint amikor nagyon folyékony. Viszont nem tudom, mennyire látjátok, de szerintem tökéletesen el tudtam dolgozni a nyakamon, sokkal egyszerűbben, mint mondjuk egy beauty blenderrel. Úgyhogy következő lépésként jöhet a korrektor, és utána a kontúrozás is. Első lépésben fogom használni a Karajának a Cover Excel korrektorját, ami egy krémes állagú korrektor. Csak a szemem alatti részre teszek belőle. Hajtogatok egy új sarkot magamnak, és ezzel fogom eldolgozni. Passzus! Kijött belőle egy szősz, és teljesen beleragadt a sminkembe. Húha! Velem van a baj? Kicsit összeállt. Azt hittem egyébként, hogy sokkal könnyebben fogja ezt eldolgozni, mint egy folyékonyabb korrektort, kiindulva abból, hogy az alapozónál mit éreztem, de valahogy ez nem megy. Nem rossz, de nem is olyan nagyon jó. Fogok használni egy keveset Jeffree Star korrektoromból is, az államra, a szemem alatti részt kivilágosítani egy picit, és a homlokomra is. Kezdek kifogyni, viszont ezt nagyon szerettem, úgyhogy ebből tudja, hogy fogok újat venni. Oh, wow. Ehhez a korrektorhoz sokkal jobban tetszett, mint a másikhoz. Lehet egyébként csak azért furcsa, mert ha beauty blenderrel sminkelek, akkor az ugye mindig be van vizezve, és valószínű, hogy az az érzet hiányzik, hogy a beauty blenderből nedvességet kapjon az anyag, és egy kicsit máshogy terül el nyilván, mint hogyha egy száraz anyag szivacssal csinálnám. Következő lépésként krémkontúr fog jönni, az egyik lesz az Elfes kontúrpaletta, a másik pedig a Kylie Cosmetics-es korrektor Clove színben. Van még rajta egyébként bőven hely, úgyhogy ezt az oldalt fogom hajtogatni, mert a másik oldalt azt teljesen meg szeretném hagyni púdernek. Felvettem az első színt.
I whoop your ass if I catch you stealing from me again. I whoop your ass if you ever get locked up in the bed. I whoop your ass if you go outside without my permission. I whoop your ass if I go up to school and you were skipping. I whoop your ass. Fordítok arra a részre, amivel az alapozót csináltam, és egy kicsit átütögetem rajta. Ez egyébként nem néz ki rosszul. Sőt, ez tetszik. A másik oldalára a Kylie-sból fogok tenni, igyekszem nagyon-nagyon keveset, mert egy az, hogy ez egy sötétebb szín is, kettő meg, hogy ezt tudom, hogy nagyon pigmentelt, úgyhogy... Húha! Már most látom, hogy így is sok lett, úgyhogy le is ütögetek belőle a kézfejemen, amennyit tudok. És megint csak fordítok. Talán az elfes oldal szebbre sikerült, viszont... Nem rossz. Az elfes oldalt szerintem jobb helyre tettem. Azért néz ki annyival jobban. Jöhet a fixáló por, amihez először is megigazítom a szemem alatti részt. Mind a két oldalt. És most jön az izgi rész, miszerint kifordítom. És a teljesen nyers oldallal fogok púderezni. A bal oldalam lesz a karajás fixálópor. In that girl Ebony pregnant. I whoop your ass if you act grown, you just an adolescent. Needed to teach a lesson. Ez szép. Hivatalosan azért ez porra van kitalálva, úgyhogy ebbe bele se lehet kötni. Hajtok egy új sarkot, és a másik oldalt Jeffree Star-os fixáló porral fogok fixálni. Belemártom, és leütögetem azért a felesleget róla. Ez a része nagyon-nagyon tetszett. A felesleget lesöpröm egy ecsettel. És akkor lássuk a további porokat. Először a homlokomra fogok egy sima porpúdert tenni. Egy kicsit a kezemmel letörölgettem a fixáló poros részt, és ugyanazzal a résszel fogom a púderezést csinálni. Egyre jobban kezd összeállni, azt kell, hogy mondjam. És már nem sok van hátra. Következő lépésként, következő sarokban bronzert fogok feltenni, ugyanazzal a technikával, ahogy a sima púdert tettem fel, csak beleütök, opa, megint lehet egy kicsit sok lett, úgyhogy kézfejemen leütögetem, és átmegyek egy kicsit a kontúron vele. Sokkal pigmentáltabb lesz minden, mint hogyha ecsettel vinném fel, viszont ahogy a kamera kijelzőjére nézek, nem biztos, hogy bánom, nem tudom, hogy majd ha visszanézem, akkor mit fogok mondani, de innen tükörből és kamerából igazából tetszik. Jöhet a pirosító egy új hajtáson, és megpróbálok ezzel egészen óvatos lenni. Kylie X-Rated pirosítót fogom használni, és megpróbálom nagyon óvatosan csak arra a részre tenni, ahova tényleg szeretném. Nem nagyon tudom elmozdítani a porokat azután, hogy feltettem. Szerintem nem lett túl sok, és elég szép. Az utolsó
próbatétel nem más, mint a highlighter, és hogyha ez is annyival pigmentáltabb lesz, mint minden más, akkor meg fogtok vakulni. Nagyon pici részre tettem. Ez mindenhova is elég lesz. Oké, ebből bőven le kell ütögetnem. Ezt imádni fogom. Megnézem, hogy van-e itt másik highlighter. Van. Kylie Cosmetics French Vanilla. Kipróbáljuk egy másikkal is. Csak a hegyére tettem egy nagyon-nagyon picikét. És ezzel csak a legmagasabb pontokra fogok tenni. És akkor ezzel igazából megvolt az utolsó lépése is az alapozásnak, és őszintén megmondom, hogy így a végére kifejezetten megtetszett. Viszont most befejezem a sminkem többi részét, egy nagyon-nagyon kis egyszerű sminket fogok csinálni. Szemöldök és szempillaspirál körülbelül ennyiből fog állni, és utána visszajövök és elmondom a végleges véleményemet róla. És akkor a teljesen kész smink így nézne ki. Nagyon röviden a kis puffról annyit, hogy tetszik. Egy kicsit bővebben szerintem gyakorolni kell, hogy hogy kell ezt használni. Ki kell tapasztalni, hogy a legjobb, ha fordítom, milyen termékkel a legjobb, hogyha használom. És tényleg a mozzulatot is, hogy ütögetni, kicsit jobban húzni, vagy erősebben rányomni, vagy nem is tudom, hogy mit lehetne még vele csinálni, viszont ez a krémekre vonatkozik. Betelt a memóriakártya, közben megérkezett Bence is, ha bár nem látjátok, és nem tudom, hogy pontosan hol tartottam, de a lényeg az, hogy krémekkel még gyakorolni kell, hogy működik, viszont porokkal nagyon tetszett. Az biztos, hogy sokkal pigmentáltabban viszi fel a porokat, mint mondjuk egy ecset, de ezt nem feltétlen bánom. A fixáló porhoz kifejezetten nagyon-nagyon tetszett, nyilván ebből adódóan bakinghez is nagyon jó tud lenni. Egy nagy gyerekkel élek együtt. Úgyhogy összességében tényleg tetszik, viszont gyakorolni kell, fogom gyakorolgatni, hogy kell igazából használni, de abba biztos vagyok, hogy a Beauty Blendert nem fogom 100%-osan leváltani erre. Viszont ha kíváncsiak vagytok rá, hogy haladok vele az idővel, és hogy rájöttem-e valami új dologra ezzel kapcsolatban, akkor azt írjátok le a komment részlegbe, és csinálni fogok belőle egy frissített verziót is, hogy használom, mire jöttem rá. És hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Nehogy azt hitt, hogy azért, mert ennyire folyékonyan beszélek, nem látom, hogy mit csinálsz, Dezső Bence. És természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!